Készül a tészta a rabok kezei között, száradnak a kézdarabok, mellettük tárcára potyognak a gépből a kockatészták. Az állampusztai büntetés végrehajtási intézet nemrégiben nyitotta meg tésztagyártó üzemét, ahol a fogva tartottak dolgozhatnak egy műszakban. Összesen 16 fogvatartott készíti a levesbe valót, mely mellett szárítják és csomagolják is azokat. Az ünnepekhez közeledve az intézet ismét csatlakozott a Mikulásgyár elnevezésű akcióhoz, ahol az itt elkészített tésztákat adományozták a szervezetnek. Nem csak a fogvatartottak csatlakoznak az ilyen kezdeményezéshez, hiszen nagyon sok eset van, amikor ők kezdik ezt a dolgot, és ők szeretnének adni valamit rászoruló gyerekeknek, de nem fontos, hogy rászorulók legyenek, akár kórházaknak, iskoláknak, óvodáknak. Most jelenleg a büntetésvégrehajtás országos parancsnoksága tavaly évhez hasonlóan országos programsorozatot indított, úgynevezett jóvátételi programsorozatot. Ehhez csatlakozott a tésztaüzem is. Az adományt az intézet új körletének nyitó ünnepségén dr. Tóth Tamás BV vezérőrnagy, a szervezet országos parancsnoka adta át. Kezében, kosárkában összekészített csomag, azonban ettől sokkal több tészta kerül a rászorulókhoz. 300 kg száraz tésztát ajánlottunk fel a Mikulásgyárnak. Tavaly évben több mint 1 tonna adomány került átadásra a Mikulásgyár elnevezésű kezdeményezésnek. Jelenleg most az első fázisban 300 kg száraz tésztát, ez fél kilós csomagolásban található meg. Azt gondolom, hogy az 600 rászoruló családhoz tudunk eljuttatni az adományainkat. Ez nagy szó a büntetésvégrehajtás szervezetétől is. Raklapon szállításra készen a hatalmas csomag, ezek kerülnek majd a családokhoz. Mint megtudtuk, a fogvatartottak kifejezetten kedvelik az ilyen akciókat. Egyre többen jelentkeznek, és napról napra többen jelentkeznek a fogvatartottak, hiszen valamit ők elkövettek, valamilyen cselekményt, bűncselekményt, amivel akár a társadalom egy rétegének, de lehet, hogy csak egy tagjának valami sérelmet, valami kárt, gondot, problémát okoztak. Ők megfelelő büntetésüket megkapták, azért tartózkodnak a büntetésvégrehajtási intézetben, és azt gondolják, hogy ilyen cselekedetükkel, ilyen jóvátételi munkával, tevékenységgel valamit vissza tudnak adni a társadalom számára. Lehet, hogy nem annak a rétegnek, vagy annak a személynek, akinek okozták a sérelmet, de valakinek biztos, hogy jót tudnak tenni. A tészták az ünnepekre a rászoruló családokhoz kerülnek.